Nos, üdv, Márton vagyok, és arra gondoltam, hogy játszanánk egy kicsit a Left 4 Dead 2-vel. Igazából ez az egész ötlet csak így a semmiből jött. Elkezdtem játszani ez a játékot, és arra gondoltam, milyen lenne, ha valamelyik custom pályát így bemutatnám nektek. Ez pedig nem más, még pedig a Damit, ami a Left 4 Dead 1-nek egy kivágott kampánya akar lenni. Azt hiszem, hogy a Dead Air, illetve a Blood Harvest között játszódott ez a kampány, csak aztán kivették a teljes verzióból. Miért? Aztán ki fog derülni. Lényeg annyi, hogy ez a kampány baromi nehéz. De tényleg. Okay, you know what? He was a zombie. Zombie, zombie, zombie. Not a pilot. He was a zombie, Francis. Igen, a játék szaggat. Kurva rossz a felvétel, ráadásul sötét is van szerintem. És Zoe-nak érzi, folyton változik, és a játékot kicsit megmodoltam, de ne tessék olyan marságot elvárni, hogy mondjuk egy anime karakter lesz, mondjuk a Smoker, vagy ami hasonló. Nem, itt a karakterek kicsit máshogy néznek ki, és a feje hangja is más, meg a modellek is elfordul egyre hasonlítani, meg ámbok az egész játék tiszta Left 4 Dead egy. Szóval igen, ez érdekes lesz. Na most akkor gyorsan nézzük meg az FPS számot, hogy veszi. Mondjuk már ott lenne, be volt írva a command. Hú, most 30 FPS-re fog menni, de szerintem ez hamar át fog menni laggolásba. Na de mindig akkor haladjunk tovább. A kampány baromi nehéz, de tényleg. No smoking, hát szegény Bill fordon dohányzik. És a látható, hogy ilyen farmer-jackiben van, és hogyha vajon tudnák TPS nézetre átváltani, akkor látszódna rajta, hogy kicsit más változások is vannak rajta. Nagyobb lett a bajsza, nem is volt sapkát magán. Szóval igen. Egy ilyen civil Bill. Na, akkor vegyük is fel a mesterlőz puskát. Oké, no smoking, hát jó, akkor nem dohányzunk, hanem robbantgatunk. És igen, kirobbantottunk ezzel egy kis fordát. Igen, maradjunk együtt a laggal együtt is. Jajjaj, ott egy Jack és elkapott, mert a lag befigyelt. És egy Hunter ráesett, azt hiszem, hogy Francisre. Atya, úristen, na jó, valaki segítsen rajta, mert így fogok kipurcanni, és azt annak nagyon nem örülnék. Oké, szétülöttük a zombit, akkor egy Jacky. És a kényezetet is megváltoztató, ugyanis zubbany van rajta. Atya, úristen, emberek, mennyi zombi jön egy helyen. És ez még csak az fájának. És ez még csak a kampány első pályának még a negyede sem. Konkrétan csak eltűnt a repülés, már most van egy nagy horda. Hála az én balfaságomnak köszönhetően. Jó, sajnálom az én hibám. Na minden emberek, akkor menjünk, ahogy a Bill is mondja. Na. Even being in a war doesn't prepare you for this. They never stop. They come at you and come at you. A dialógus akkor mondja a főszereplő, akkor mondani Bill, amikor a No Mercy-ben éppen lifttel közlekedünk. Na mindegy. Ó, egy kis csőbomba. Na, most az elmélet a HP-t meg tudom mutatni, hogy néz ki Bill. Hát igen, kicsit érdekesen, de szerintem teljesen korrekt. Ajaj. Vagy a módom is, hogy lényegében a tank az egy kétkezű charger, csak azt kivettem ugye, hogy vannak olyan custom kampányaim, amiben a tanknak a kinézet meg fog változni, és ha csak kivesszük a rendes kinézetét, vagy kicseréljük az alapértelmezetre, akkor láthatóan fog megjelenni. Éppen a Back to School-nál szokott lenni. És ez Peter éppen meghalt, akinek a kinézetét, hogyha felismeritek, akkor az Resident Evil 6-ban átemelve legalábbis, ha jól hallottam. Szóval érdekes. Igen, Bill, jól mondott, szent anyja. Nem kell meggyógyítani, van a medikit is. Na jó, haladjunk tovább. Hoppá, úgy fertőzött. Hogy az itt mi akar lenni, kérem szépen? A Screamer. Ez egy kivágott, vagy inkább adatnak soha nem készült fertőzött. A funkció meg kb. Csak annyi lett volna, hogy olyan a túlélők, aztán elkiáltja magát, és így maga köré hozva, vagy maga köré
terelve egy egész laggot, akar mondani hordát. És van egy bitch a közelben. Ó, ott is vagy, hölgyem. Hát jó, készülj fel a kivégzésedre. Erről is van szó? És látszólag itt tudunk tovább haladni kizárólag. Zoe, valami romatját adom, vagy adjak adrenalint. Nem Francisnek, nem, neki nem kell. Na, azért átadta neki, úriember. Fordozatjába, aki mindent utál, de ok nélkül. I hate lag. Hú, emberek. Szóval igen, a screamernek annyira van a dolga, csak hogy így magát terjed. Figyelj, és így kell itt maga köré egy egész hordát. Az helyre jött inkább a boomer, meg könnyebb után megprogramozni. Vagy nem tudták eléggé kreatívnak. Jön egy érdekes. Amúgy szerintem már mondtam. Sőt, biztos, hogy igen, ez két kampány közé készült. És hát kivágtál, mert túlságosan nehéz volt, vagy csak szívben nem tartottak annyira ötletesnek. És jól hallom, a screamer éppen röhög félegye, mivel egy emekbetegről van szó, aki zubbonyt hord szintén. Ez több biztos, hogy felkeltek egy őrült, úgyhogy boomer. Na mindegy. Jó van, emberek. Szépen tovább előre, amerre világít nekünk ez a kis traktor. Atya úristen, mennyien vagytok. Az első pályam úgy annyira nem is frusztrál, de a második az nagyon, nagyon irritáló legalábbis részemről. Az egész atmoszféra ilyen ködös helyszínen fog játszódni. Hogy ködös atmoszférában fogunk játszani leginkább. És jól mondtam, megint jól hallom, ez Peter éppen végrehajtotta a misszióját. Hát ő most. Ja, és ott is már az undorító, nem tudom, mell szörnyeteg. Mert tiszt úgy elmű, hogy melegből épülnek fel. Hát akkor gyógyul Francis is. Igen, a technikai hiba folytán, de akinek alacsony HP-ja, az nem piros jelzőjáték, hanem kékkel. Ez szerintem a hiba lehet. Lehet, hogy más mód is van, ami beütközik a másikba, vagyis ebbe. Na mindegy. Mi most tudok normálisan beszélni, de szerintem már megszokott dolog nálam. Watch my back. All right, let's go. I'm here. Hogyha esetleg szeretnétek, hogy csinálok ilyen lefordítást, hogy csak szóljatok is, akkor majd kiállsz egy másik custom kampányt, ami nagyon elmondásos az Retro Boy címe, de erre már az előző videóban is rátértem. Úristen, jön egy egész horda? Hát akkor egyetek inkább csőbombát. Engem nem zavar. És én látom egy füstefektet. Oké, ott van ente smoker, a lefordít egyből. Tök jó. Oh, oh, szép, 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 szép. Ajaj. Hé, hey, bocsi, hogy az arcomba álltál bele önszántékú célból. Na, valami új hely. Hoppá, bocsi embere, bocsi srácok, nem akkor semmi baj, csak tovább akarok jutni a holttesteteken át. Amikor először játszottam ki ezt a kampányt, legalább háromszor haltam meg. Az utolsó a próbálkozás meg úgy sikerült lényegében, hogy egyszerűen tele lett a tököm az egészszel, bejöttem a csalást, és utána átrepültem az egész pálya felett. Na mindegy. Oké, okay. Itt is van csőbomba, akkor az így sayonara baby, aztán most jöhet ez helyette. Ajaj! És itt azt hiszem lesz megint egy jó kis horda. Jaja, a semmibe lejöttek ezek a kis vajok, és most igen, bajba keveredtünk. Na oda nem tudom azt a kocsit, hadd intézze el az idő. Ajaj, úristen, itt van egy tank. Abszolút nem hallottam a zenét. Valószínűleg azért van ez, mert a zene sokkal halkabb, mint maga a játék hangjai.
Ajaj, úristen emberek, talán azt a bombát túl korán dobtam el. Sőt, igen, ez a legnagyobb baj, ezt fogom meghalni, túl korán dobtam el a bombát. Oké, erre illik kell, akarom mondani, hogy zabálni. Úristen. Hát ez egyszerűen borzasztó. De... Jaj. De azt jelenti, hogy a ködös atmoszféra igazából arra utalt volna, hogy ezek van eredetileg a Blood Harvest helyett. Csak aztán kivették. Majd megedéltem, mert ez a kampány csak három pályából áll. Lehet, hogy túl rövid lett volna. Na mindegy. Nagyon nem is érdekel, hogy miért lett kihagyva. Én egy van tudom fogni, hogy túlságosan frusztráló a sikeredet. De lehet, hogy ez annak is volt köszönhető lényegében, hogy... hogy a új Defoly 2-vel játszok, és itt az új fertőzöttek miatt olyan nehéz az egész. Christ Almighty. Krisztus az égben, igen. Na, és körülbelül ennyi. Na, akkor gyorsan mentsük is el. Vagy gyertek be! Na, nézzük az adatokat! Ez az nem sok semmilyen zene, mert túlságosan halkra vettem az egészet. Remélem nem probléma. Oké, szóval a legtöbb zombit én öltem, meg a legtöbbet sebeztem bele. Hú, kicsit egoista megjelenítés. Már az eleve egoista, hogy mutogatom azt, hogy hú, mennyi jók a skilljeim. Amúgy úgy is ki lenni a Witcher, hogyha éppen ül, te meg éppen előtt mesterhez puskával. A fejednek a nagy nyomása miatt, vagy nem tudom, golyója miatt elkezd össze-vissza lépkedni, vagy inkább szétdőlni, aztán lényegében ütögetni kell folyamatosan lőni. És körülbelül ennyi. Oké, új fegyvereket váltunk át, amik igazából a civil fegyvereket, úgy nehez, amik ilyen, amik nem annyira erősek. Jó, van emberek. Senki nincs meddig itt, és ez nagy baj, mert pont az ennél a lényeg, hogy mindenkinek legyen. Na oké, akkor haladjunk tovább, emberek. Ez az... Na mindegy. Itt azt hiszem, hogy inkább lakókocsik között fogunk járkálni, illetve illetve a másik felénél meg városi romok között. Vagy inkább csak házromok között. A végénél meg aktívan kell egy egész generátor, mert egy nagy farom fogja az utat eltorlaszolni. És aztán a pálya a legfrusztrálóbb része. Házének utána nem sokkal megtalálhatóvá válik a menedékhely. Ott van egy charger, olyan, oda beakadtál? Ott nem, az ott csak egy hunter. Úristen! Ja, tényleg az elmegy menne neki a kerítésen, szóval nem lesz olyan nagy para. Atya, úristen, emberek, mennyi? Bocs, mennyi ütöttelek titeket? Nyugi, szeretem mi titeket. Na mindegy. Fura, egy szokott nem fegyver lenni. De akkor át a hídon. Fura, Bianya nem szeretne beszélgetni. Érdekes. Ja, nagyon nem akar beszélni Bill. Na mindegy, ilyen nem szokott ilyen ritkán szokott előfordulni. Ja, oké, akkor jöjj fel egy nagyobb puskát, ami van a játékban, hogy aztán hamar visszacsérjük egy másikra. Egy witch? Én tényleg hallodok witch? Én nem. Lehet, hogy valami más mondtak. Oh, hello! Oh, hogy repülj. Szép. Mi a... Na és itt milyen fegyver van? Oké, van egy M16, meg egy autóshotgun újra. Meg némi lag. De most viszont jobban veszi, mint általában. Á, ezt szóltad magad bárban. Azt hittem, hogy jobb fog venni a Left 4 Dead-et. Azt hittem, hogy el fog vinni egy titkál kiszépes játékot. Nem. Mi ráadásul folyamatosan frissítenek. Hát én is ezt mondom. Boomer! Hogy ha valószínűleg egy más karakterrel menné, mondjuk Francis-szel, akkor tudja, hogy azt kiabálom folyton Billnek, hogy Smoker. Hát ez nem csak van jól.
Így is szabadom, hogy Witcher-t elrakni. Jó, hanem van egy, van valahol egy Hunter, aki rám ugrott. És jól, még most meg egy Smoker kiabálta el magát. Na mindegy. Tényleg csak úgy égjétek el ott. Ó, itt volt robbanós lőszer, meg kriket ütő, na ide vele. Én azt hittem, hogy te zombi vagy. Bocsi, Louis, gyógyszerfüggő barátom. És egy tank jön valahol a remegésből megítélve. Ó, komolyan, erre raktam, ebbe raktam bele. Ó, emberek, akkor ezt menjünk tovább. Egy smoker van itt. Én egy rohanót is hallok, és... hát Zoe, nem vagy valami jó állapotban. Oké, ott van egy charger, szerintem ugye azt ott kinyírja valaki. Most meg ki? Mi? Hogy Joki, komolyan? Na, keresse meg azt a rohadékot. Valahová eltűnt, emberek. Hú, még a botok sem bírják a tempót. Én meg előre adom, mint valami hülye gyerek. Van valahol állítólag egy screamer. Elesik. És aztán kiabálnak el és kinyírják. Hát nyírjátok ki. Miben mi lehet. Oké, ahogy vártam, vannak itt fegyverek. És valaki megfertőztek. Aj, emberek. Hát bocs ember, de én inkább elfáltok a shotgunra, mert ez a robbanos történet egyértelműen robban, és nem szeretném azt a csapatásra, ez más kérüljenek meg. Van valami egy smoker, már megint hallottam, de lehet, hogy ott nem ment el. Ajaj! Ajaj, bocs! Van benne valami? És itt mi lehet? Ó, még egy kis gépfegyver. Jó, oké, hová tovább? Haha! Na, így mi megszívhatom saját csapattársaimat, akik fontosabbak lenni, mint én magam. És az a baj, hogy vannak olyan kampányok, ahol be van programozva az, hogy a botok intelligensek legyenek. Persze, mert milyen a közelhagy fegyvert, ráadásul, hogyha meghallgat, akkor tovább tudnak hallani a pályán, de az baj, ezt nem hinném, hogy az. És engem elkaptak, de úgy, hogy közel nem is tudnak megölni. Zoe, mert mivel egy bot, így most két dolgot csinálhat, semmit. Oké, hol van akkor Louis? Nagyon Francis meghalt, de Louis még él. És van egy kis baj ezzel a pályával. Az a baj ezzel a pályával, hogy csak a farönkös jelenet után van olyan hely, ahol respawnolhat csapattag. Szóval igen, most jól össze kell szedni magunkat, jól fel kell kötni a gatyát. És igen, a helyet lebombázták, látott volt az előbb, hogy egyáltalán fel tudtam egyáltalán venni, bár nem hinném. És itt van tűz, és a legrosszabb egészben, hogy azon az épületen túl a tűz folyton vált helyet. És bocsánat, itt is respawnolni fog, azt hiszem, Francis. Na, akkor várok rá, hogy respawnoljon. Ó, egy kis medikit. Akkor lehet, hogy itt is változkoznak a tűzek, mert én nem emlékszem, hogy itt lett volna. Azért nem siettem magamat túlságosan el, és ez miatt nem veszem észre. Na gyere valahogyan át, felemeldek fánát. Mi mentem meg magamat, amikor itt van helyette Louis? Hogy néz már rám? Oh, te vagy a bűnös. Ez a lelked el fog száradni. De nem vagy itt van helyette Francis. Hát emberek, mondom, nem készítem semmire se, és itt van egy feszítő vas, vetve Francis. Jó. Mondjuk az is fontos lenne. Oké, mi van itt? Csőbomba. Azt mondjuk jó lenne. Most nem dobom el, majd később. De mindegy. Hát ez fantasztikus volt. Ezzel már megérte leülni, felvenni ezt.
Oké, itt állított egy valami villanás, ami azt jelenti, hogy itt tovább haladhatunk. Ó, jaj! Ho-ho! Ahogy konzolkommandókkal, de tudnánk ezzel a játékkal osztott képernyőn játszani, és már te van véve az, hogy Tamás esetre csinálnánk egy közös videót. A más kérdés, hogy hogyan legyen ott megoldva, hogy felek legyenek az arányok és kontra fogok játszani. Hát igen, hey! Én hallom, hogy van valahol egy smoker. Pont felettem! Jó, emberek! Én meghaltam! Hát emberek, akkor ezt szerintem mehet előről. Vagy mégsem, ugyanis a botok képesek még folytatni az életüket. Csak hát... ez így érdekes lesz most. Ketten maradtok életben. Én meg nem tudok szerintem respawnolni, mert... ezt én egyáltalán módon indítottam, és nem írtam meg konzolkommandként a pályát, szóval nem tudok respawnolni kommandokkal. Hú, emberek, lefelé csak drukkolni tudunk nekik. Amúgy látható, hogy igen, itt van ez a farönk, és spitter, és ezt kell itt aktiválni lényegében, hogy azt ott elmozdítsák. De ti kidihódták, hát menjetek arra! Az a baj igazából, hogy ők tudnak hagyni a pályán, de objektív dolgokat nem tudnak megoldani. Szóval csak itt maradnak, aztán így megvárják, hogy... szóval megvárják az segítséget, ami nem fog értük eljönni. Happy end. Éppen próbálkozok újra, és itt van egy tank, és a lehető legrosszabb helyen vagyok. Jajajajajaj, emberek, ez így nem lesz jó, ez így nem lesz valami jó, ez így nem lesz jó, de úgy még Godmode-ban nyolatolom. Legyen egy kis kihívás, legyen egy kis poénkorás azon, hogy mennyi szerencsére vagyok, hogy nem hagytam a Godmode-ot bekapcsolva, legalább az alkalomnál. Oké, nem sikerült karbantani, vagy mégis? Oké. Ajaj, emberek. Hohoho. Hát ez hívás, emberek. De nem baj. Sok kitartás, hogy el fogunk érni arra pontra, a legutóbb kipurcantunk. Nos, sok szenvedés és kényelmetlen szituáció után végre itt vagyunk újra. A toronynál. Na nézzük itt fel, mi lehet. Oké, van itt fenn robbanós, ami igazából gyújtós lőszer. A gép, ami majd ezt elmozdítja, mert aktiváltuk a generátort, és egy rahedi lőszer, és egy golyószór, ami több játékos módnál hasznos lehet. És srácok, akkor gyerek ide fejlesek a lefogjuk a medikitekt, ami igazából gyújtó lőszer. Hát de még ez így érdekes lesz. Mi? El is... Oké, emberek, ez szép. Mondjuk ez gyakori eset. Ez hiba volt részemről. Ajaj, emberek! Úristen! Csodálatos, semmit nem látok, és folyamatosan veszítjük az életerőből, és Zoe kipurcant. Rest in pepperoni. Oké. Hát akkor nem tudom, jussunk le valahogy. Uraim, engedjenek vissza. Hát kösz Francis, te vagy a legjobb. Hát bocs embered, de én ezt most felhasználom. Igen, önző köcse vagyok. De hogy tudtál lejönni, Louis? Te fennmaradtál, nem? Nem mindegy, spawnolódnak. Ez az lihegős remix. Nem tudom, mi okozza most ezt a laggot. Én azért lemmi mindig gyújtós össze van nálam, meg is feltkeztem erről. Oké, van AVP is, de most nem szeretném azt használni. Értitek, akkor jön a horda, amikor csak megérintem a gépet. Lehet, nekem van tank szindrómám, de én nagyon hallomat annak a zenéjét. Legosztály egészben, hogy így szokod álltam a Hunter jönni. Hogy álló bármilyen speciális fertőzött. Gyorsan haver, gyerünk Francis, tudom, hogy utálsz engemet, meg az egész csapatot. Én csak a merényedet szereted, de akkor is gyere utána. A túlélés a legfontosabb. És akkor most oda fel kell jutni, és akkor aktiváljuk az eszközt. Francis ott feszik a földön. Nem baj, feltartod a többieket. Legalább ennyi hasznod van. És ő látható, azt szépen elemeli a gép, és én most meg vissza Francisért. Ha jelten vissza tudok. Hát nem, akkor meghalsz. Hú, emberek, ez így nagyon
nagyon-nagyon negatív élmény lesz, hogyha egy, elfogad engem egy tuskó smoker, még mindig elfogad engem. Na, még jó, hogy itt vannak a többiek. Nem kapsz el! Na jó, menjünk be, a vaksötétbe. Oké, rendben van, akkor csak Francis maradt halott. Addig ide jön a horda többi tagja, akik nem valami kellemesen jönnek. Legalábbis jöhetnétek kevesebben is jelen pillanatban. Na jó emberek, irány befelé! Ide véget vett ennek a pokolnak. Nincs semmi meddig itt, majd a következő pályánál lesz. Hú emberek, ez kemény volt. Na nézzük akkor most, miket szereztünk be. Na jó, oké, rendben van. Volt tank ezen a pályán? Ja igen. Ezek ki még volt valami, csak arra, hogy ilyen semmilyen speciális felütőtet öltem meg. Á, itt is vannak. Na, Francis, 100%-os HP? Hát hogy volt mester így visszajönni? Nem tudunk beszélni vele, itt nem jön kiírva. We are the real monsters. No, that's the zombies. Mi van? Have you been... Nem tudom ezt már kiolvasni. Have you been Duside Jackass? Vagy nem tudom, hogy van írva, mert anyja fiam van írva. Nézd még, mi van itt akkor. Idiot. I think it's damn stupid. I hope you are dead now. I miss the internet. Nagyon kellemes szövege, mi van ide írva akkor. Leonard and... Nem tudom, valamilyen név. Coister, vagy mi a francom. We will climb the mountain of zombies. To get out here, we will survive. Jó, biztos. Nézd mi van itt, menjünk Alkányban 7-essel, és ennyi. És azt hiszem, most van az, hogy egész gátat kell üzemeltetnünk. Ez sem a kedvenc pályám, de ez valamiért nekem jobban megy. Bár itt is lesznek szerintem. A rage-ek nem is, de furcsa esetek biztos. Hát akkor nem ugorjunk le. Hú, azt hittem ez rosszabb lesz. Halálhölgy is, de ne kérdez, csak így ennyi volt. És ott azt mondja, van benzines kanna, amit már ki is lőttem. Szerintem ki tudom bírni ezt a körmény meddig itt nélkül, lehet, hogy utána fogok. Ajaj, hogy jön egy tank is tényleg, elfelejtettem onnan jön, nem? Oké, akkor szerintem azért fogom azt a benzines kannát, és odavolom valamelyik irányba, és a tank megjelenik, akkor azzal megfölködöm. Na jó, hol lehet a tank? Csak kérnem kellett. Jaj, te bejött, jaj, te kintről jöttél be. Hát nem fogadom mi tankokat, távozom kérem. Kanna! Jaj, már meghalt a tank, akkor most srácok nyíltal titeket egy hajszálon. Jaj. Oké, emberek. Szedjük össze magunkat, ki kell vagyani, ne jutnunk. Oké, kijutottunk és ott van a nagy gát. Hát, ami jobban lesz, az nagyon-nagyon szívós lesz. Hurry! I'm here! Move! Go! Move out! Go! Bill legyen motivátor a világon. Cover me! Let's go! Let's move, people! Incoming! Nem látok semmit az égvilágon, túl sötét van itt bent. Hát én szenthattam volna. Srácok, enged elvitt egy jockeyt. Nem kell megmenteni? Abban volt a kullet megprogramozva, hogy ki üssék az ellenfel, nem pedig, hogy
szétlőjék azonnal. Szokott erre ritkán példa lenni, de tényleg az ilyen évente egyszeri alkalom. De ha nem bánátok, ezt most eldobom. Bár lehet, hogy kicsit túlkorai lett volna, de ott egy Molotov cocktail, aztán tudja orvosolni a problémákat. Hát bocsánat, én most veszem eltörni a hangokat, mert kíváncsi vagyok, hogy tudja esetleg a zenét jobban lejátszani. Jaj, jó, van egy benzines kanna is, oké. Mi van? Prepare for the flood. Jó van, felkészülünk a floodra. Most őszintén már elfelejtettem, mit is jelent ez magyarul. Ready for this? Yes. Yeah, okay. Yes. Smoker! Értem. Hát akkor jó van. Ó, már is jön egy Jackie. Most nem kapsz el, most nem kapsz el. Mert Louis kap el. Úristen, tagnak fáj. Akkor ez szerint itt van egy tank. Hát nem mondod, géniusz. Oké, emberre fogjuk össze, fogjunk össze. Ott, de hol volt egy nézettérző? Én látom, hogy van egy. Már meg is halt a tank. Ennyi volt. És igen, most a víz épp nem halt meg, csak én hittem azt. Hát akkor ott meghalsz, haver. És ez most ami vicc? Hogy? Ott van a pálya alatt, értitek, a lézer irányzék. A tag még él, értitek. Oké. Okay. Emberek, gyertek ide már, a víz mindjárt ellep mindent. És a Hunter elkapja azért, értitek. Oké, okay, emberek, gyorsan ide. Siessetek, emberek, hogy itt halljatok meg egy helyben. Azért kimennek meg lelőni azt a rohadékot, ahogy menekülnének az életük után. Jól van akkor. Na, egy kis medikit. Ezt magammal viszem. Jó. Hát ezt nem kell kinyitom, mert tényleg volna meg Louis. És akkor szépen el kell küzdeni magunkat. Itt nagyon nem tudok, hogy charge ellen, de főleg hátulról szokott jönni egy vagy szembe. A más kérdés, hogy... Jaj, én szokott, bocsánat. Na mindegy. Lényeg, hogy most mázidink van. Oké, medikit. Itt a medikit. Emberek, vigyétek. Zabáljátok. Na és itt van valami? Nem igazán. Lefél ott talán egy kisebb csőbomba. Bár nem ő benne biztos. Nem, nincs sem az égvilágon. Na, hogy lehessél nekem? De jó, emberek, akkor gyorsan befelé. Én úgy tudom, hogy itt van a katonaság. Mivel a fejradók árulták az egész szemagat, nem hallanám meg, mert a játék túlságosan halk. Igen, én is így vagyok ezzel. És van egy gyógyszerfüggőnk ott, szóval nem adom neki ezt oda. Na oké, emberek, akkor készen állunk az akcióra. Igen, és akkor se kell verkenünk a túloldalra. Jaja, aztán el kell arra a kis gépre, és na, oda kell akkor elmenni. Na jó, jön nálunk csőbomba. Csőbomba van nálam, meg egy gépfegyver. Úgy van. Na ez kemény lesz. Oké, az első már is dobom. A helyette boomerhányás, ami a kedvenc dobható eszközöm. Ez olyan feltartja a zombikat. És itt bent valami? Molotov cocktail. Jöjjön a kill, hadd jöjjön a kill. Ajaj, ajaj, ajaj. Jó, repülj valahová. Kedves kis Hunter. De ne oda. Most az a pillanat, hogy így a tank üldöz téged, aztán te meg imádkozol, ne, hogy lecsapjon téged, de utolér mégis. Hú, emberek, azaz, ez az, ne nyerjük meg a játékot, tehát egy szaggassunk, mint az Atya Úristen. Még mindig szaggatunk, ez az. És kettő tank egyszerre, kettő is nem egy tank. Nem, nop. Ajaj, hát emberek, akkor lefél meg, ha a hősként. Hősként ugyan már, hogy ezt mindenki tudja. Ajaj, ajaj.
azért hagynátok felé lenni, de az a baj, hogy a tank is szépen mindenkit a helyére dob, és engem a játékok halottnak fog detektálni, mivel nem tudtam felkelni, értitek? Jaja, ez történt. Ne úgy velünk jön a tank, nem, szépen kijössz, nem eltettél scriptelve. Hú, és így laggokkal együtt, de kimenekülnek. Igazából azért lagunk ennyire, mert rengeteg zombi spawnol le ilyenkor a pálya végénél. Rövid nevetés, egy kis segítséget, aztán meghaltunk. Hát emberek, ez zseniális volt. Igen, Valdinak hívnak engemet. Így Steamen, na mindegy. Egyek az volt a neve, hogy Martin Cancer, Noob, Kill Me csak. Az, már, az a név már túl sokáig volt nálam meg, és megmondta, és ráltottam valami gagyira. Nézzük, tehát mindenki egyszer meghalt. Én váltam először mozgásképtelenné, túl sokszor használtam már gyógyszereket, függővé váltam magyarul, csőbombákat is dobtam elégszer. Molotov koktélt egyszer, petápokból kettőt. Amúgy van egy ezeket kiolvasni amúgy? Csak úgy tudom mondani nektek, hogy köszönöm a figyelmet, Martin volt, és a szerintem még egy leforrás videó, csak szóljatok, és akkor jött a következő rész. Csak arra szántsatok, hogy hasonlóan fog szolgatni az egész, hogy talán még rosszabbul. Na de akkor én nem is hozom tovább a szót, sziasztok!